Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Már is mutatom, hogy mi mindennel készültünk a következő fél órára. Automotor Múzeum. Ismerjék meg hazánk legnagyobb és legváltozatosabb járműgyűjteményét. Pilis légkísérlet. Bemutatjuk Önöknek a 2018 óta folyó erdőgeológiai kutatás részleteit. Kiberorvosi szakmai nap. Terítéken a daganatterápiák, a digitális patológia és a cukorbetegek életét segítő technológiák. Fekete doboz. IT sorozatunk mai részében a speciális adatrögzítő berendezéssel ismerkedhetnek meg. A Jaguar E-Type annyira szép volt a maga korában, hogy még Enzo Ferrari is a világ legszebb autójának nevezte. Állítólag azt is hozzátette, hogy csak egy baj van vele, hogy nem Ferrari embléma van rajta. Az autó nem csak szép volt, hanem gyors is, a 200 km/h sebesség meg se kottyant neki. Képzeljék, a Novum stábja egy ilyen autóval tehetett néhány kilométert. Hogy hol? Magyarország és Európa egyik legkülönlegesebb oldtimer múzeumában, a Balaton mellett, a Káli Automotor Múzeumban, Dörgicsém. Igen, ez az az autó. Mai összeállításunk főszereplője. Egyike annak a 140 autónak, ami a Káli Automotor Múzeumban található Dörgicsén. Történetünk főhőse pedig Káli Nagy Géza, a múzeum tulajdonosa. A történet ott kezdődött, hogy amikor hazaköltöztem az Egyesült Államokból, magammal hoztam 3-4 járművet, 3 autót, meg a Harley Davidson motorbiciklimet. Gyakorlatilag ez volt a kiinduló pontja a gyűjteménynek, amihez hozzávásároltam a szüleim meg gyerekkorom járműveit, tehát a Vauxhall, ami ki van állítva, az Opel Olympia 53-as, és természetesen a motorbicikliket is. Amikor ez megvolt, úgy döntöttünk, hogy építünk egy komolyabb múzeumot, ahol ma 2000 négyzetméteren közel 140 járműben gyönyörködhetnek a látogatók. Megszállott gyűjtők szoktak néha csereberélni, elcserélni vagy akár eladni egy kevésbé fontosnak tűrő darabot egy másikért. Erre még nem volt példa. Nem adtunk el egyet sem. Ezek már mind a mi gyermekeink, ezeken mind foglalkoztunk, gyakorlatilag az összesen mentünk, és mindegyiket megszerettük. Mi még autót nem adtunk el soha. A dörgicsei gyűjtemény egyik meghatározó példánya a Jaguar E-Type. Számtalan variációja létezett az idők során. Népszerű volt a nyitott kivitel, de mi most a klasszikus formájú autóba ülünk. Valószínűleg sokan kipróbálnák a sofőrülésben is, de most Nagy Péter restaurátor ül a volánnál. Az 1968-as évjáratú autó, ez az E-Type gyakorlatilag, ami ugye Enzo Ferrari szerint is a világ legszebb, leggyönyörűbb autója volt a maga korában. Tényleg egy szobor. Egy műalkotás, azt lehet mondani rá. Ez egy automata váltós, ami azért kicsit lomhábbá teszi, mint a kézi váltós verziót, viszont sokkal urasabb, mint egy kézi váltós. Néhány műszaki adat, és közben, ha figyelmesen nézik a képet, láthatják a hátsó traktusban kuporgó szerkesztőt is. Ez kétszemélyes autó. Tehát 6 hengeres, 4269 köbcenti körülbelül, 260 lóerő. Az, amit tud. Sebesség? Hát, jóval 200 km/h fölött, de hát ezt ma már ugye nem próbáljuk. Jöjjenek most régi képek. Ennek az autónak a bemutatója 1961-ben volt a Genfi autószalonon, ahol sok érdekesség akadt, de az egyik szenzáció az E-Type volt. 1961-ben a látogatók megcsodálták az autószalon kiállított darabjait Genfben. De mit szólnak ma a dörgicsei Káli Automotor Múzeum öreg járműveihez?
meg kell mondjam, hogy ennyi négy keréken guruló csodát ritkán látnak az emberek egy kupacban. És ez a sok-sok élmény úgy fölhalmozódik bennük, és szinte elérzékenyülnek a látogatás végére. Különösebben az idősebbeknél látom ezt, akik több kocsira emlékeznek, vagy filmekből, vagy látták valahol, vagy más kiállításokon. Múltkor Vietnámból találkoztam valakivel, Dél-Afrikából jött valaki, Ausztráliából, Floridából, többen is. Néha magyar kötődése, néha hallottak rólunk. A legnagyobb dicséretet akkor kaptuk, amikor egy magyar pár látogatott minket, és a következőket mondotta, hogy professzor úr, gratulálunk, nagyon szép a gyűjteménye. Én szkeptikus voltam, mondta a férfi, mert én most jöttem Monakóból, és láttam a herceg gyűjteményét, és hogy teljesen őszinte legyek, nem is volt vágyam eljönni, csak azért jöttem el, hogy megnézem, hogy csinálják ezt magyarosan, hogy csinálják itt Magyarországon egy ilyen múzeumot. És hogy teljesen őszinte legyek, nekem ez jobban tetszett, mint a herceg gyűjtemény. Mire jók a lékek egy erdőben? Kialakításukkal esélyt adnak az újonnan érkező egyedeknek, hogy több fényhez és vízhez jutva megindulhasson a növekedésük. A Pilisi parkerdőben a 2018 óta folyó erdőgeológiai kutatás részleteivel most önök is megismerkedhetnek. Magyarországon még ilyen léptékű és tudományos igényességgel megtervezett lékvizsgálat azt gondolom, hogy nem nagyon van. Voltak egyébként különböző ilyen vizsgálatok, de talán ebbe ez egy picit egyedi. A Pilis légkísérlet az örök erdőgazdálkodásra fókuszálva különböző típusú lékek hatását vizsgálja, vagyis néhány fa eltávolításával létrehoznak kisméretű nyílt területeket. A kísérletek megtervezése az Ökológiai Kutatóközpont és a parkerdő együttműködésével zajlott. Azt vizsgáljuk, hogy ha úgy akarunk gazdálkodni, hogy nem termeljük le az állományt, hanem csak faegyedeket veszünk ki, és a felújulást azt ilyen lékekben alakítjuk ki, akkor mik az optimális lékméretek, lékalakok, amelyek egyfelől még megőrzik az erdei mikroklímát, az erdei életközösségeket, másfelől pedig biztosítják az olyan fényigényes fafajnak a felújulását, mint a kocsánytalan tölgy, mert az viszont fontos, hogy a tölgyeseket fenntartsuk. Az erdészeti beavatkozásokat a parkerdő végezte, a terepi adatokat a kutatóközpont munkatársai gyűjtik és elemzik a megjelölt területeken. Két lékméretet vizsgálunk, a kisméretű lékeink azok 14 méter átmérőjű kör alakú lékek, a nagyok azok 20 méter átmérőjűek, ez alapterületben 150, illetve 300 négyzetméteres lékek, és ugyanezt az alapterületet kialakítottuk elnyújtott lékekkel is, méghozzá 1-3 arányban elnyújtott lékekkel, tehát vannak 7x21, illetve 10x30 méteres lékeink. A Pilis légkísérlet 2018-ban indult. A kutatók arra kíváncsiak, hogy biztosítható-e egyidejűleg a faállomány felújítása, az erdő termőhelyi viszonyainak megőrzése, valamint az erdei biodiverzitás fenntartása. Vizsgáljuk a mikroklímát. Itt például a lék közepén látható egy hőmérséklet és páratartalom mérő műszer, illetve lent a földön ez a kis fehér gomba, ami pedig a talajnedvességet, a talajhőmérsékletet rögzíti. Vizsgáljuk az aljnövényzet változását, a felújulást, és vizsgálunk különböző élőlénycsoportokat, pókokat, futóbogarakat, gombákat. Amire itt nagy hangsúlyt fektetünk, az kifejezetten a kocsánytalan tölgynek a felújulása, hogy ezek a lékméretek, lékalakok esetében hogyan növekednek a tölgycsemeték. A kísérlet erdőléptékben fiatalnak számít. Az első tapasztalatok a fényviszonyokról árulkodtak. A fényviszonyokat azt alapvetően a lékméret határozza meg, nem az alak. Nagy méretű lékekben sokkal nagyobb mennyiségű a fény, viszont ilyen értelemben a fénynek a két komponense, a direkt és a diffúz fény másképpen működik, míg a
diffúz fény az egy koncentrikus elrendezés mutat a lég közepén a legnagyobb és a széle felé, mint egy céltábla koncentrikusan csökken. Addig a direkt fény, mivel dél felől érkeznek nagyobb mértékben a napsugarak, a direkt fény az eltolódik a légnek az északi oldalára, és a kétféle fényre a csemeték egyébként másképpen reagálnak. A talajnedvességet is mérik évente 5-6 alkalommal, amelynek mintázata függ attól, hogy milyen sűrűn helyezkednek el a fák az adott területen. Hogyha bárhol egy erdőben fákat vágunk ki, az mindig egy talajnedvesség növekedéssel jár, mert a fáknak a pároloktató talajból vizet kiszívó hatását úgymond lokálisan kiiktatjuk. És itt viszont nem a légméret, hanem a lég alakolta fontos. Ez a talajnedvesség növekedés, ez mérettől szinte függetlenül az kör alakú légekben sokkal intenzívebb volt, mert az elnyújtott légekben a fáknak a gyökerei még úgymond a légnek a teljes területébe begyúlnak, tehát ott ez a talajnedvesség növekedés, ez a szívóhatás megszűnése kevésbé érvényesül. Az adatok összegyűjtésében műszeres mérőeszközök vannak a kutatók segítségére. Ez a gomba, ez egy cseműszer, 3 ponton méri a hőmérsékletet, egyrészt itt a talaj fölött egy olyan 10 centivel, másrészt közvetlenül a talaj szintjén, illetve 8 centire a talaj alatt. És az alján pedig van egy ilyen villa alakú talajnedvességszenzor, ami pedig a talajnak ezt a felső 20-30 cm-ét méri, annak az átlagos nedvességtartalmát, és a előnye az, hogy ez folyamatosan mér, negyed óránként elrakja magába az adatokat, és mi havonta egyszer ráteszünk egy leolvasó készüléket, és egyszerre leszívjuk róla az adatokat, és közben folyamatosan mér. A különböző mérések mellett a legnagyobb figyelmet maguk a töltcsemeték kapják. Most egy nagy elnyújtott légben vagyunk, és hát az látszik, hogy egy ilyen 4 éves távlatban is itt sokkal intenzívebben nőnek a töltcsemeték, itt a lég közepén, mint az előző kis elnyújtott légterületen. A jövőben újabb állomásaihoz érkezik majd a pilisi légvizsgálat. A talaj mikrobiom megmintázása a következő lépés, amely a környezeti DNS minták elemzésével történik majd. Egy új kémiai eljárás és egy innovatív gyártástechnológia a gyógyszeriparban, a szántóföldi növénytermesztés segítő agrárinnovációk, folyamatirányító rendszer, anyagtudományi fejlesztés és a KKV-kat segítő digitális technológiák. Csak néhány a 2021-es évi elismert pályamunkákból. Az, hogy a nagy díjat kaptuk meg, az egy akkora ösztönzés volt mindenki számára, hogy nem csak az új termék fejlesztés irányába indultunk el, hanem új kutatásokat is elkezdünk. Kifejlesztettünk egy új készítményt, amely nem sértette az eredeti, originális gyártónak a szabadalmát, így tulajdonképpen piacra tudott kerülni. Az innovációs díj elindított egy olyan folyamatot, aminek eredményeképpen a cég komoly üzleti sikereket tudott elérni. Meghirdették a 2022-es évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot, amelynek beadási határideje 2023. február 3-a, a díjakat pedig 2023. márciusában adják át ünnepélyesen az Országházban. Kiberorvosi szakmai napot tartottak az Óbudai Egyetemen. Az eseményen először kerültek bemutatásra nyilvánosan a Kiberorvosi Kompetencia Központban kifejlesztett technológiák és tudományos eredmények. . 2020-ban az Óbudai Egyetem kezdeményezésére elindult egy úgynevezett kiberorvosi kompetencia központ, amely az akadémiai, egyetemi, valamint az ipari szférát hivatott összefogni. Szakmai napjukon izgalmas technológiákat és tudományos eredményeket mutattak be a kutatók az Óbudai Egyetemen. 2020 óta nagyon sokat előreléptünk a kemoterápiás protokollok optimalizálásában. Állatkísérletekben most már tudjuk bizonyítani, hogy ez működhet, és esetleg kidolgozhatunk olyan lépéseket, technológiákat, amik segíthetnek ezt az emberi betegekre továbbvinni. A 3D Hisztek vállalat kidolgozott olyan eszközöket, amik a személyre szabott diagnosztikát felgyorsíthatják, pontosíthatják, részletesebbé és finomabbá tehetik, ami életbevágóan fontos, hogyha terápiákat akarunk tervezni. És
Az Óbudai Egyetem pedig ehhez egy fantasztikus informatikai és infrastruktúrális hátteret biztosított, hozva azokat az irányítás elméleti ötleteket, amik ezekhez mind-mind kellenek. A kiállítással párhuzamosan előadásokon nyújtottak mélyebb betekintést a terület iránt érdeklődőknek, ahol a rákkezelésben alkalmazott terápiák új módszeréről tartott előadást dr. Füredi András. Hogyha egy beteget, egy beteg csoportot ugyanazzal a daganattal diagnosztizálnak, akkor pontosan ugyanúgy fogjuk őket kezelni, ugyanabban az időben ugyanolyan kemoterápiás szereket fognak kapni. Vannak, akiken sokat segít, és vannak olyanok, akiken egyáltalán nem. A mi megközelítésünk arra alapszik, hogy minden egyes beteg egy egyéniség, egy egyén, különböző biológiai paraméterei vannak, és hogyha ezeket a biológiai paramétereket egyénenként figyelembe veszük, és arra tervezünk terápiát, akkor is sikereket érhetünk el, hogyha a hagyományos kemoterápiával mennem. A kemoterápiás kezeléseket az 1940-es évektől használja az orvostudomány. Az első ilyen és legjelentősebb áttörést azt jelentette, hogy gyermekkori leukémiában megfigyelte Sidney Farber, egy nagyon-nagyon híres onkológus orvos Amerikai Egyesült Államokból, hogy a leukémia sejteknek nagyon nagy igénye van az úgynevezett folátra. Hogyha ezt a folátot kicseréljük egy hamis folátra, és ezt adjuk oda a tumorsejteknek, akkor azok elpusztulnak, hiszen nem tudnak hatékonyan folátot beépíteni, nincs, amiből építkeznének. A kezelés rögtön hatékonynak mutatkozott, a 16 páciensnél a betegség visszahúzódott, a hatást azonban tökéletesíteni kellett. Ezt követően nagyjából 15-20 év telt el, mire az első összetett kemoterápiás protokollt engedélyezték, ezt az úgynevezett VAMP protokollt, 4 gyógyszerből áll, ezeket együtt alkalmazva, egyszerűen az 1-2%-os túlélési arány, ami akkor tájt a gyermekkori leukémiában előfordult, föl lehetett emelni 50%-osra. Ez egy nagyon nagy ugrás volt. Ma ez a terápiás megközelítés, ez nagyjából 85%-os túlélést tud elérni, ami egy tényleg szuper eredmény, de még mindig ott vagyunk, hogy 15%-át a betegeknek nem tudjuk ellátni. A betegek egyéni tulajdonságaira alapozott új módszerrel a páciensek alacsonyabb kemoterápiás dózisokat kapnának, amely nem csak kevesebb mellékhatással, de kisebb költséggel is járna. Emellett kisebb a kockázata annak, hogy a rákos sejtek rezisztenssé válnak az alkalmazott gyógyszerrel szemben. Az alacsonyabb dózisok gyakoribb alkalmazását metronomikus terápiának nevezik. Amilyen irányba tudnánk fejleszteni a kemoterápiás protokollokat és az egyénre szabott kezelési protokollokat, az az, hogy minél több, minél precízebb adatot gyűjtünk egy-egy betegről. Mindenki más, mindenki eltérő. Vannak, akinek magas vérnyomása van, van, akinek a májenzimei alul vagy éppen fokozottan működnek. Például egy jó példa a paklitaxel kezelés, ez egy nagyon hatékony kemoterápiás szer, viszont ha beadjuk egy olyan betegnek, akinek a májában egy lebontó enzim túlműködik, akkor hiába adunk nagy dózist, a beteg vérében már csak nagyon-nagyon kevés lesz abból. Ha ezeket mind fel tudnánk térképezni, akkor tökéletes terápiákat tudnánk tervezni. A Kiberorvosi Kompetencia Központ a 3D Hisztek vállalattal közösen olyan technológiákat fejleszt, amely arról ad információkat, hogy a tumorokban milyenek az egyes tumorsejtek. Ha tudnánk azt, hogy ez a hatalmas massza, amiben több milliárd sejt él, milyen sejtekből áll, akkor a lehető legjobb terápiát tudnánk tervezni, hogyha a mi megközelítésünket és ezt a kettőt kombinálnánk. Ez a következő evolúciós lépése a kemoterápiás kezeléseknek. Az egészségéért mindenki tehet. A legfontosabb az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás. Mindenki próbálja meg a lehető legtöbbet, legjobbat megtenni. Ha már egy kicsit mozgunk, ha már egy kicsit jobban eszünk, ha már odafigyelünk magunkra, ha már vannak hobbiaink, amikor az ember nem stresszel, nem mással foglalkozik, csak egy kicsit befele figyel, segíthetnek abban, hogy bizonyos rákok előfordulását csökkentsük. Ezek mind apró trükkök, de azt hiszem olyan trükkök, amit nem mindenki akar hallani, vagy ha hallja is, nem igazán akarja megvalósítani a saját életében. Tudták, hogy a repülőgépek adatait rögzítő első fekete doboz valójában piros volt? Utódai pedig általában narancssárgák, nem feketék. IT sorozatunk következő epizódjában ezzel a speciális informatikai berendezéssel ismerkedhetnek meg. Ennek a háznak ki kellett bírni 15 percig 1000 fokos hőmérsékletet. Tehát mondjuk égő kerozinban benne feküdt 15 percig, akkor nem szabad, hogy tönkre menjen.
A fekete doboz elsősorban repülőgépeken használatos adatrögzítő berendezés, amelyből kettőt helyeznek el a gépen. Egyet a farok részen, egyet pedig az utastérben. Napjainkban elterjedőben van a hajókon és vonatokon történő alkalmazása is. A fekete doboz megjelenésére 1956-ig kellett várni. A találmányt egy ausztrál vegyészmérnöknek, David Warrennek köszönhetjük. Ez tulajdonképpen egy adatrögzítő, amivel a repülőgépeknek az adatait lehetett rögzíteni. Milyen adatait? Hát gondolom első körben a beszédet is, de a repülőgépnek a repülési paramétereit. Amikor ezt az 56-ban javasolt és szabadalmat kapott rá, akkor a világ kétkedve fogadta, azt gondolták, hogy erre nincsen szükség, azért nincsen rá szükség, mert volt egy korábbi hangrögzítési módszer, vagy adatrögzítési módszer, amely egy ilyen papírnak a felületére tollakkal ráírta a különböző adatokat, amit a hozzáért ember tudott olvasni. Azt gondolták, hogy ez bőségesen jó, ez így. Kiderült, hogy nem egészen jó, és amikor 1960-as években az ausztrál kormány bevezette, hogy a repülőgépeken kell alkalmazni adatrögzítőt, akkor néhány évvel később, a 70-es évek elején az egész világ átvett, és onnantól kezdve a repülőgépeken van adatrögzítő. Feladata alapvetően kétfajta adatrögzítése. Az egyik a pilóták beszélgetése, a másik a repülőgép paraméterei. Kezdetben ilyen mágnes húzalra vették föl. Érdekességképpen elmondanám, hogy amikor a II. Világháború vége felé Sztálin sérelmezte, hogy nem tud rendesen zenét hallgatni, ezért az egyik mérnökét megbízta, egy kutatóintézet egyik emberét, hogy tervezzenek egy adatrögzítőt. Lehetett volna akkor már diktafont venni, de azt se tudták megvenni, mert háború volt. Ezért egy Goron nevű mérnök kitalálta Szovjetunióba a mágnes húzalos magnetrögzítőt. Ez, amit itt látunk magunk mellett. Ezt később úgy nevezték, hogy Goron. Az orosz nyelvterületen magnót Goronnak hívják. Most ez a mágnes húzalos magnetofon, ami nagyjából ugyan szervet használta, mint amit a Posen kitalált, és először meg is épített. Ez egy mágnes húzalra veszi fel a tartalmakat, és mivel kompakt méretben meg lehetett csinálni, ezért ebből fekete dobozként is alkalmazták. Tehát rá lehetett tenni egy járműre, a járműn adatait ezt fölvette, és azért, hogy ezt kellően lehessen védeni, ezt bele szokták tenni egy külső házba. Kezdetben ilyen mágnes húzalos fekete dobozok készültek. Ez, amit látunk, ez katonai járműveken volt fedélzeti adatrögzítő, meg a másik is mellette. Ugyanilyen kis vékony mágnes húzal van benne, és erre a húzalra sok-sok percet lehetett fölvenni. Elég gyenge minőségbe, de azért hallható. Tehát utólag lehetett tudni, hogy mi történt ott. Nagyon nagy jelentősége lett ennek, mert mostanra azt lehet mondani, hogy a standardként alkalmazzuk mindenütt. Nem csak katonai területen kezdték alkalmazni a fekete dobozt. A civil életben is nagy segítség az információk megszerzéséhez. Amit itt látunk, ez egy viszonylag modern adatrögzítő, repülőgépeken, például a szovjet gépeken, a 254-esen üzemelt, amit itt látunk, két fajtája volt. Az egyik, ami a fedélzeti beszélgetést rögzítette, a pilóták beszélgetését, a másik pedig, ami a repülőgép paramétereit. Mind a kettő mágneszalagra rögzített, az egyik az csak néhány csatorna, a másik sokkal több csatornán, és utólag ezt visszaolvasva lehetett elemezni. Nem szemmel, mint a kezdet-kezdetén, hanem már akár számítógéppel is. Azért, hogy ezeket az érzékeny technikákat meg lehessen védeni, ezt be kellett tenni egy házba. Ez a közismert nevén fekete doboz, ami sose volt fekete, hanem mindig valami élénk színű, vagy sárga, vagy piros. A David Warren, aki kitalálta és először csinált fekete dobozt, ő piros színű csinált, nyilván azért, mert könnyen meg lehessen tudni, hogy hol van. Ezeket utána beleépítették egy ilyen nagy szerkezetbe, aminek az volt az elsődleges feladat, hogy mechanikailag megvédje a benne lévő érzékeny szerkezetet. Érdekes előírások voltak például. Ennek a háznak ki kellett bírni 15 percig 1000 fokos hőmérsékletet. Tehát mondjuk égő kerozinban benne feküdt 15 percig, akkor nem szabad, hogy tönkre menjen. Vagy pedig, hogyha rázuhant valami, akkor 1 tonnát ki kellett bírjon. Vagy pedig, amikor lezuhant és leesett az egész, akkor 200 G-s lassulást kellett kibírni, ami azt jelenti, hogy pattant egy párat a földön és megmaradt. Vagy a tengervíz nyomását is hosszú időn keresztül bírnia kellett, mert nem szabad, hogy beázzon. Úgyhogy nem véletlenül magyar nyelven egy tök. Ez a külső ház, ez egy ilyen nagyon robusztus szerkezet, üvegszálból van, grafittal átitatva, és úgy van, hogy amikor esetleg égne, akkor szenesedik, és az hőt von el, és akkor védi a belsejét. Úgyhogy ilyen szerkezetek kevés, ilyen gömb alakú volt azért, hogy jól bírja a gyűrődést. Mai műsorunk véget ért, de remélem a jövő héten is találkozunk. Amikor a természettudományok azon képviselőire emlékezünk, akiknek ebben az esztendőben kerek évfordulójuk volt.
Adásainkat addig is újra nézhetik a mediaclip.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.